Még decemberben kötött együttműködési megállapodást a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum és a Nyíregyházi Józsandrás Múzeum. A határon túli intézmény első bemutatkozó vendégtárlata a történelmi pipa kiállítása megyeszékhelyen. A tárlatot színesítik a dohányvágó gépek, bőr dohánytokok, pipatartók, valamint egy külön pipázásra használt nappali sarok bemutatása, de a kassai dohánygyárat is megismerhetik a látogatók. Majdnem 200 darab pipa, különböző szóval nincs két egyforma pipa ebben a kijelítésben ebben aztán vannak az alapanyagtól függően fapipák ugye az a híres fapipája. Aztán vannak benne porcelánpipák, vannak benne cserépipák, és vannak benne úgynevezett tajték kőből faragott pipák, és mondom mindegyik, hát ugye mindegyik kor más, hiszen legesleg először, amikor a nagyjából a 30 éves háború idején az 1600-as években elterjedt a pipa, a pipázás és a pipa használata, Ugye ezt Amerikába hozzák, át az indiánoktól esték el, a béke, békepipa ugye az, az, egy különösen szent dolog volt az indiánoknál, aztán átkerülnek a pipák Európába, Angliába, Hollandiába, Spanyolországba, és onnan a 30 éves háború zsoldosai a vallon, meg flamand zsoldosok hozzák Magyarországra. A látogatók március 6-áig tekinthetik meg a kiállítást Nyíregyházán, aztán Máté Szalkára viszik a tárlatot.